Néha a világot is feje tetejére fordító ötletekhez nem is kell több, mint kreativitás, tetrekészség és digitális megoldások. A Telekom és a Highlights of Hungary bemutatja Suhany Alapítvány és Open Conference. A Suhany 2010-ben indult, egy baráti társaság hobbiaként összefogtunk, és budapesti utcai futóversenyen végig kísértünk, végig toltunk mozgássérült fiatalokat. Ez volt 10 évvel ezelőtt, ma pedig a Suhany egy több száz fős önkéntes bázissal rendelkező, több száz fogyatékkal élő ember és a családjuk életét megváltoztató magyar civil viszonyok között egy viszonylag komolynak számító szervezet már. Nyitottak vagyunk rendezvénye az Open Conference, ahol több mint 10 országból több száz döntéshozó találkozik azért, hogy megtudja egymástól, hogy mit lehet tenni a nyitottságért a cégeken belül és akár azon túl. A mi sikerünknek az egy nagyon fontos titka, hogy nagyon sokféleképpen lehet csatlakozni. Tehát van olyan önkéntesünk, aki 8 éve minden hétvégén, amikor van edzés, ott van a Margit szigeten, meg vannak olyan önkénteseink, akik évente kétszer eljönnek egy rendezvényre, de arra viszont mindig és ott egész hétvégén dolgoznak. És van, aki pedig Angliából küldi a pályázati fordításokat, hogyha éppen arra van szükség. Tehát nagyon, nagyon sokféleképpen lehet csatlakozni. Nyitottak vagyunkat 3 cég alapította, a Google, a Prezi és az ISPA. Több mint 1000 cég és szervezet csatlakozott a Nyitottak vagyunkhoz, ők ezt a honlapunkon keresztül a logójukkal vállalják és jelzik. Hogyha valaki csatlakozik, egyúttal nyilvánosságot is ad annak, hogy ő elkötelezett hívő a nyitottságnak. Azt gondoljuk, hogy ez egy fontos eszköz az ott dolgozók kezében és akár a nyilvánosság kezében is az ügyben, hogy ha adott esetben hibát tapasztalnak, felhívják az illetékes vezetők figyelmét erre. A digitalizáció az induláskor nekünk az esélyt jelentette, hogy tőke nélkül, ismeretlenül, mondjuk a közösségi médiát jól használva fel tudtunk építeni egy márkát és egy ismert szervezetet. A 10 éves Suhanynak a digitalizáció az a hatékonyságról szól, egy nagyon intenzíven növekedő szervezet vagyunk, és nagyon fontos, hogy a lehető legjobban használjuk a digitális technikákat. Az, hogy online tudunk dolgozni, abban is segít, hogy többek számára elérhető legyen ez a tartalom. Azt gondolom, hogy a határok egy még kevésbé számítanak. Eddig is 10 országból érkeztek az Open Conference-ra, reméljük most még több fognak, és reméljük, hogy még többen tehetik ezt meg, hogy bekapcsolódnak ebbe a nemzetközi tudásmegosztásba. A vírushelyzet megmutatta azt, hogy vannak olyan dolgok itt az edzőteremben, amiket akkor is érdemes lenne megtartanunk, hogyha ez a járványhelyzet elmúlik. Kényszerűségből online szerveztük az edzéseinket 2 hónapig, és aztán a végére rájöttünk, hogy például a fogyatékkal élőknek tartott edzéseknek egy részét érdemes lenne megtartani, hiszen mondjuk azok a kerekesszékesek, akik vidéken élnek, és nem tudnak eljönni ebbe az edzőterembe, azok így is a vendégeink lehetnek. Ebben az új helyzetben újra gondoltuk mi is a konferenciát. Idén az Open Conference nem 2 napos lesz, hanem 4 napos, és nem offline, hanem online fogjuk megrendezni. Megkaptuk a Highlights of Hungary jelölést, akkor legelőször is arra gondoltunk, hogy 10 éves az alapítvány, és hogy 10 évnyi munka elismerése ez a dolog, és hogy ebben a nagyon megtisztelő körbe nem egyszerűen egy jó ötlettel kerültünk be, ha 5 évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt kaptunk volna valami hasonló jelölést, akkor sokkal inkább még az ötletet díjazta volna az elismerés. Most már azért azt gondolom, hogy egy nagyon komoly teljesítmény is van emellett az ötlet mellett, és egy nagyon komoly bizonyítéka annak, hogy erre szükség is van, amit mi csinálunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Highlights of Hungary közösségehez tartozhatunk. Azt gondolom, hogy szétnézni azok között a cégek és szervezetek és kezdeményezések között, akik ott megjelennek, inspiráló mindenki számára. És bízunk abban, hogy ebből a közösségből egyre többen fogunk tudni összefogni azért, hogy pozitív társadalmi változásokat indítsunk el. Szerintem a Suhany Alapítvány, illetve a Suhany Fitness egy olyan közösség mindenki számára, legyen akár év vagy fogyatékkal élő, ahol otthon érzi magát, és nekem például tényleg most már 9 éve azt mondhatom, hogy lett egy második családom, akikre bármikor számíthatok, és nem csak mondjuk a teremben találkozunk, vagy nem csak egy versenyen, tényleg egy közösség alakult ki. Az Open Conference nekem egy olyan közösség, ahol azok találkoznak, akik tenni szeretnének a nyitottságért. A Suhany nekem arra bizonyíték, hogy a korlátok azok fizikailag meg a társadalomban léteznek, de az emberekben nem.